Jó reggelt! Arany életed van, kiskutyám. Sziasztok, szombat reggelben, és mivel egészen izgalmas programjaim lesznek a hétvégén, arra gondoltam, hogy vlogolni fogok nektek, és megmutatom azt a két napomat, hogy hogyan is fog telni, hiszen lesz benne tényleg sok-sok izgalom, illetve tervezek egy kis kuckózást és pihenést is. És ha már a kuckózásnál tartunk, előjáróban szeretném mondani, hogy ezt a videót az HBO támogatta, aminek én nagyon hálás vagyok, és köszönök szépen még egyszer, ugyanis pontosan egy olyan kampányról van szó, ami hozzám közel áll, és nagyon-nagyon szeretek. De erről már egy icipicit később beszélek, most kezdjük el a napomat, és nézzük, hogy milyen izgalmakat rejt. A mai program, hogy eljöttem körmöshöz, mert borzasztó állapotban vannak a körmeim. Utána benézek a kedvenc növényes boltomba, amit már említettem párszor. Remélhetőleg nem találok semmit, mert semmire nincsen most szükségem, de nem is tudom, hogy minek megyek be egyáltalán. Na mindegy, csak szeretem a növényeket. Na, a körmös után hazamegyek videót vágni, kicsit pihengetek, talán megnézek egy kis sorozatot, és utána megyünk. Gondolom, kiderült az arckifejezésemből, hogy csak nem bírtam ki, és vettem egy növényt. De egyszerűen nem tudok elmenni úgy egy növényes boltba, hogy ne találnék valami újat, valami izgít, valami szépet. Beszeg egy polcot nem veszek, pedig arra szükségem is lenne, de azt hetek óta nem vagyok képes venni, de növényt, amire nincsen szükségem, mert tele van vele a szobám, azt viszont veszek. Hol van itt a prioritás és a logika? Istenem, mindegy. A lényeg, hogy egy nagyon helyes futónövényről van szó, ami hiányzik a szobámba, ettől függetlenül nem volt rá szükségem, de mégis megvettem. Amúgy arra gondoltam, hogy rápihenek egy kicsit az estére, tekintve, hogy öreg vagyok, és nem bírom bár a bulikat. Szóval egy kicsit be fogok kuckózni, hozok magamnak chipset, vagy valami rágcsát, és megnézem előről az aranyéletet. Aranyélet az egyik kedvenc, sőt nem. Aranyélet az abszolút kedvenc magyar sorozatom, szerintem ennél jobbat eddig még nem sikerült magyar embernek csinálnia. Nagyon szeretem. Izgalmas, tele van fondorlatokkal, és a legjobb az egészben, hogy olyan, tényleg olyan fordulatok vannak benne, amikre nem számítok, pedig egy csomó-csomó film és sorozat esetében az van, hogy már előre látom, hogy mi lesz, előre látom, hogy ki a gonosz, előre látom, hogy ki hal meg, és a többi, és a többi. Na, itt ilyen nincsen, folyamatosan meglep az egész sorozat, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, ráadásul most fog kijönni a harmadik évad, úgyhogy gondoltam, felfrissítem egy kicsit az emlékeket, az eseményeket, mert azért valljuk be, az első évad nem most jött már ki, tehát több éve. És nem nagyon emlékszem mindenre, úgyhogy na, most itt a lehetőség, az HBO-on ugyanis fenn van mind a két évad, összes része, ráadásul rohadt jó minőségben, úgyhogy kihasználom a lehetőségeket, és valószínűleg, illetve terveim szerint a mai, illetve a holnapi nap végig is nézem mind a két évadot. Az a baj, hogy ha elkezdem, akkor tényleg nem tudom abba hagyni, pedig ma muszáj lesz majd elindulnom koncertre, úgyhogy hát pár részt megnézek, aztán holnap pedig befejezzük az egészet. Mit szóltok? Kérlek, nézzétek el a szuper kényelmes pizsamámat, nem túl szexi, viszont tényleg kényelmes, és ehhez a bekuckózós munkához, amit most csinálok, pont jól jön, ugyanis videót vágok, de már lassan befejeztem, úgyhogy nem sokára elkezdek készülődni, de gondoltam, most csak egy kicsit bejelentkezem, hogy mégis mi van velem, illetve hát csináltam most magamnak egy kávét, és valahogy, ha kávézom, akkor mindig megörökítem, nem tudom miért, de ez így jó. Úgyhogy egy. Szóval befejezem gyorsan a videót, lassan elkezdek készülődni és hangolódni a koncertre, aztán indulás, ponci konci. Yes! Oh,
helyen egy helyben, ott meg sohasem a fár, sem a fár. Jó reggelt! Nagyon szuper volt a koncert, remélem nektek is tetszett, és remélem át tudtam adni egy kicsit az élményt. Nagyon jók voltak a srácok, imádtam a Roma vonalat, amit behoztak a koncert végére, zseniális volt. Illetve hát ugye szokás szerint, tényleg óriási bulit csaptak, főleg a végére, másfél hete, zseniális volt. Úgyhogy köszönöm Hajninak és Krisztinek is, hogy eljött velem, remélem ők is jól érezték magukat. Amúgy lehet, hogy feltűnt, de elment a hangom, szerintem tegnap túl sokat énekeltem, legalábbis nagyon remélem, hogy nem beteg leszek, és azért. De ez azt jelenti, hogy ma teljesen kilőve a videófelvétel, mert nyilván hang nélkül elég nehéz kés lesz, de megsúgom és maradjon köztünk, most nem igazán bánom, hogy nem lesz videóm, mert inkább most egy ilyen őszi bekuckózós napot tartanék, kicsit hideg is van, úgyhogy tényleg ilyen megjött teljesen az őszi hangulatom, és most inkább csak teát innék, chipset tennék, és egész nap ágyba feküdnék, és HBO-goznék. Tegnap ugye az első évadnak a feléig jutottam az aranyéletben, és terveim szerint, hogyha minden jól megy, és tudom teljesíteni ezt a nagyon nagy kívást, hogy egész nap ágyba legyek, akkor be fogom fejezni ma a második évadot is, és így legalább friss élményekkel tudom majd elkezdeni a harmadik évadot, mert azért ez kell hozzá, hogy így teljes egészében lássam, meg nyilván a második évadot is tavaly fejeztem be az elsőt, meg már jó rég. Tehát azért elfelejtődnek dolgok, meg sok-sok apró részleten elsiklok, és jó így azért feleleveníteni, meg most is voltak olyan részek az első évadban, amit így, hogy ez volt? Erre nem is emlékeztem. Tehát jó felfrissíteni az élményeket, meg egyébként mondtam tegnap is, hogy szerintem az egyik legjobb magyar sorozat ever, úgyhogy szerintem még párszor egyébként is végig fogom nézni, úgyhogy azt javaslom nektek is, hogyha egyszerűleg kuckózós napot tartanátok, vagy egy lusta hétvégét, lusta vasárnapot, akkor HBO Go. És az aranyélet egy nagyon jó partneretek lehet ebben, úgyhogy én most megyek, megnézem, és valószínűleg ez lesz tényleg egész nap, úgyhogy nem egy túl vlog kompatibilis napról van szó, de most erre van szükségem, sajnálom. Kicsit megszakítottam a pihenős napomat, ugyanis meglátogattuk a nagymamámat, és egy hirtelen ötlettől vezérelve átgurultunk Szlovákiába is, Párkányba, vagy Strohóba, akár hogy is hívjuk, mindegy, igazából átmentünk, mert kiderült, hogy van egy több fesztivál a városban, úgyhogy megnéztük magunknak. Meg ha már ott jártunk, vettem magamnak pár finomságot is. Egyébként itt le is zárnám a videómat, ugyanis nem fog történni már semmi, és szerintem már így is hosszú lesz, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is.